Megérkeztek a romániai kórházakba azok a lélegeztetőgépek és gyógyszerek, amit Magyarország ajánlott fel a járvány elleni küzdelemhez. Romániában továbbra is elkeseredett harc folyik a koronavírus ellen, még mindig 12 ezer felett jár a napi új esetek száma, a kórházak pedig hetek óta túlterheltek. Ma egyetlen szabad intenzív ágy volt az egész országban. Magyarország most 40 lélegeztetőgépet, 1650 lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz favipiravir gyógyszert küldött. Románia szerte megkezdődött a Magyarország által küldött egészségügyi eszközök szétosztása. A 40 lélegeztetőgéppel, 1650 non-invazív lélegeztetéshez szükséges maszkkal és 3000 doboz favipiravir gyógyszerrel hazánk a járvány megfékezéséhez nyújt segítséget. Nagyváradon péntek reggel 5 Bihar megyei kórház igazgatója vette át a felszereléseket. Minden segély, minden felszerelés sajnos ilyen helyzetben nagyon jól jön, és mindenféle gyógyszer ellátmány, mert elkezdjük a betegeknek az ellátását egy típusú gyógyszerrel, és ennek egy folyamatossága nagyon sokat jelentene nekik az ellátásukban. Sajnos a betegek száma még mindig nő, még mindig új helységeket alakítunk, hogy tudjuk őket a megfelelő körülmények között ellátni. További három beteg életét tudják megmenteni mostantól a Szatmár megyei sürgősségi kórházban, miután a magyarországi adományból három lélegeztetőgép jutott ide. A közeli Nagykárolyi kórház pedig két készüléket kapott. Nagyon nyomás. Az intenzív terápián 16 ágyas full kapacitás van. Emberek, betegek várnak a sürgősségen belül, hogy egy intenzív ágyterápiáshoz jussanak. Ennek függvényében a mai segítség ez nagyon jól jött nekünk. Az Ilahi megyei kórház gyógyszerek és maszkok mellett három lélegeztetőgépet kapott. Bajban lehet megismerni a barátot, szoktuk mondani, tehát az egy természetes gondolat volt, és tett követte, hogy akkor ide is hoztunk szállítmányokat, Zilahra is. Székelyföldre is jutott a segítségből, Székelyudvarhelyen a város polgármestere és a kórház vezetősége vette át az adományt. Nagyon nagy segítség a magyar kormány részéről, segítség a betegeinknek, akik éppenséggel kezelésre szorulnak ebben a nehéz időszakban. Segítség ugyanakkor a kórháznak, az alkalmazottaknak, mert nem egy könnyű helyzet ez, hogy sok a beteg és kevés a lélegeztető készülék, meg a különböző kezelési lehetősége. Segítséget hoztunk a bajban, ha lehet itt fogalmazni. A Sepsiszentgyörgyi kórház udvarán adták át a háromszéki kórházak számára küldött gyógyszereket és orvosi eszközöket. Bízunk abban, reméljük azt, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy Románia kezelni tudja ezt a negyedik hullámot, hozzájárul ahhoz majd, hogy a súlyos betegek meggyógyuljanak, és maga mögött tudja úgy az erdélyi magyarság, mint Románia ezt a súlyos helyzetet. Nyomás alatt én az oxigén. A magyar kormány adományából a Sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház két lélegeztetőgépet, 200 darab speciális maszkot, valamint 300 doboz favipiravir gyógyszert kapott. Segítséget a Kézdivásárhelyi és Baróti kórház is kapott. Azt tapasztaljuk és azt tapasztaltuk az eddigi időszakban, hogy a betegek egy bizonyos, mondhatni nagy százaléka elég súlyos állapotba érkezik, és már a sürgősségen szüksége van oxigénpótlásra, lélegeztetésre. Romániában drámai a negyedik hullám lefolyása. 24 óra alatt több mint 12 ezer új esetet regisztráltak. 481-en haltak meg, egyetlen szabad ágy sincs az intenzív osztályokon. Szakemberek szerint ennek az az oka, hogy rendkívül alacsony a lakosság átoltottsága az országban, mindössze 32%-os.